A Krúdy szálló 1911-ben eklektikus stílusban épült, később Krúdy szálloda, majd Krúdy vigadó néven működött, több tulajdonos és fenntartó is kezelte az épületet. 2007 óta a szálló zárva tart, csak átmeneti időszakokban üzemelt a vigadó rész. Lezárjuk ezt a méltatlan 25 évet, és kezdődik egy pozitív korszak, és egy olyan helyi vállalkozó veszi meg, aki folyamatosan itt fektet be Nyíregyházán. Jellemző rá az igényesség, tehát egy színvonalas felújítás következik, és az eredeti funkciójában méltó körülmények közt működik majd a Krúdy vigadó. A polgármester hozzátette, a város minden támogatást megad a fejlesztések kivitelezéséhez, és tervezik a közterület átépítését is Sóstó központjában a vigadó körül. Révész Bálint, a vásárló cégcsoport tulajdonosa elmondta, megközelítőleg 500 millió forintos beruházást terveznek az egykori szálló felújítására. Az eredeti állapotban, hogy működjön a szálloda rész is, meg a vigadó része is, és igazából véve teljes olyan minőséget akarok, ami hosszú távú csúcsminőség, és ilyen kalkulálva egy ilyen 500 milliós nagyságrend, amit rá kell költeni. A tervek szerint a megújult Krúdy vigadó 2017 nyarától várja majd a vendégeket.